nagy Ilyen a kép és ilyen a hangzás most a moziban Sárospatakon. Hogy milyen lesz, azt még nem tudjuk megmutatni, de az biztos a most elnyert pályázatnak köszönhetően a jelenleginél sokkal jobb kép és hangminőséget tapasztalhatunk majd a moziban. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma írt ki pályázatot átmozik digitalizálására, melyen összegű 12,5 millió forintos támogatást nyertek el, melyhez 25%-os önerő majd a fejlődésünknek leginkább a technika volt a gátja, és ez a pályázat arra ad lehetőséget, hogy a átalakult digitális szabványnak megfelelő mozigépeket szerezzünk be a Sáros moziba, és arra is lehetőséget ad, hogy a kettődés vetítések mellett, digitális vetítések mellett 3D-s vetítések is teret kapjanak a moziban. Az új élményekre nem kell sokat várni. A technikai paraméterek összeállítása folyamatban van. Várhatóan jövő év elején nagyot nézünk majd a moziban. A tervünk az, hogy ez 2014 első hónapjaiban, első két hónapjában megtörténjen. Ez az, amit mindenképpen szeretnénk. Vélhetően nem is fog ez tovább húzódni. A nézők, hogy ebből mit fognak észrevenni, azt gondolom elsősorban azt, hogy a képminőség az drasztikusan fog javulni. Azok a digitális gép, vagy az a digitális gép, ami ide kerül a Sáros moziba, ez egy nagyon nagy teljesítményű mozigép lesz. Illetve a hang is javulni fog, és úgy általában a film vetítésének a minősége az megváltozik a környéken legközelebb Miskolcon, Nyíregyházán, Debrecenben vagy éppen Kassán található csúcstechnológiával rendelkező mozi. Jövőre már Sárospatakon is biztosított lesz a mozizás szerelmeseinek a kiváló kép és hangminőség. A mozi vezetője szerint ezért is számítanak nagy közönség sikerre a fejlesztést követően.